Miért fogy el ilyen gyorsan a levegőm éneklés közben? Az éneklésben nagyon-nagyon fontos, hogy hova vesszük a levegőt, és hogy hogyan bánunk azzal a levegővel, és hogy amikor megszületünk, akkor ez nagyon érdekes egyébként, de hogy tök jó helyre megy a levegő, ami nekünk azt jelenti, hogy egy ilyen mély légzést folytatunk, viszont az évek alatt a stressztől, különböző ingerektől, épp úgy, mint mondjuk a testtartásunk, ez elkezd ilyen felszínessé válni, tehát elkezd így elromlani egy kicsit, és fölcsúszik a levegő, és ide föntre vesszük, a vállunk emelkedik, ami azért fontos, mert nem tudom koordinálni azt a levegőt, nincsen rá hatásom, nem tudom irányítani, szóval amikor levegőt veszel, akkor igazából arra figyelj, hogy egy mély légzést próbálj meg, hogy lefelé menjen a levegő, mert akkor tudod majd őt kontrollálni, és akkor nem fog elfogyni majd így egy pillanat alatt, amikor elkezdesz énekelni.